Jó estét kívánok! Már szerintem megszokták, hogy ennyire lehetetlenül nézek ki a livazsírban, bár lehet, hogy egyébként akár nem is a nagy baj, hogy eltakarom a fél fejemet, de nagyon közel vagyunk egymáshoz itt, és azt akarom, hogy a ma esti vendégünk, akinek imádom a hangját, és nagyon szeretem azt is, amikor nem színpadon látom, hanem csak ilyen Lipityloty tévéműsorokban nőt alakítani, ilyen spontán, normális nőt alakítani. Szóval, hogy a Szegvári Katalin majd szépen elmondja a hivatalos részt, hogy a Kossuth Díjas művésznő, aki miről híres, őt szervezte ma estére. Nagyon régen ismerjük, amíg főiskolás voltál. Igen. És összezámoltam, hogy hány színházban játszottál, te a nagy váltók közé tartozol. Igen? Igen, legalább 10 színházban játszottál, és arra emlékszem, hogy az volt számomra a legnagyobb meglepetés a váltásodban, hogy a legnagyobb sztár voltál a Vígszínházban, mindent eljátszottál, amit csak akartál, és egy nap azt mondtad, hogy most már nem szeretnél ott játszani, mert azt hiszem, hogy valami nagyon fiatal szerepet akartak rád osztani. Hát jól? Azt el is játszottam. Igen, egy 16 éves spanyol szűzlányt alakítottam, a nevét meg nem mondom a darabnak a címét, és emlékszem, hogy kétségbe voltam esve, egy 38-39 éves voltam akkor, és egy fekete hajú spanyol. Kétségbe voltam esve, mondtam a többieknek, mondták, hát menj föl és szólj, de én soha, addig még soha nem mentem fel az igazgató irodába, hogy Laci, figyelj, ezt ne add rám. Én csak egyszer csöndesen az olvasó próbán megkérdeztem, hogy biztos ez, hogy én nekem ezt el kell játszani, és azt mondta, hogy Édikó, higgyél bennem, ez egy fordulópont lesz az életedben, meg fogod látni, hogy ez milyen fantasztikus lesz neked. Hát az le. Hát borzasztó. Igen, ha visszagondolok rá, hát muszáj volt elmenni. Kaptam egy rossz kritikát, hát ezt nyilván olvastátok, de nem amiatt a kritika miatt mentem, mert akkor már 4 éve. Én tényleg nagyon jó szerepeket játszottam, no, ha azt nem éreztem, hogy nekem keresnek valamit, tehát nem én voltam Don Carlos. Szóval de a Don Carlos az egy fantasztikus előtt. Ott emlékszem, hogy lenne a nézőtéren áldigáltunk jelmezbe, és vettétek fel a, nem tudom, a promót, hát, és akkor mondtad nekem, hogy te figyelj, Ildi, ez volt az utolsó ilyen színházi beszélgetés. Ha bárhol bármit csinálsz, amire azt gondolod, hogy ez olyan nagyon jó, szóljál, mi jövünk. Most hát csináltál szólni. Sok jót csináltál. Igen, de aztán úgy megszakadtunk, mert hirtelen nem lett tévés. Akkor, igen, mikor elmentem a Vígszínháztól, akkor utána rögtön lett a rendszerváltásos dolog, és akkor egyszer csak én a szoptatásból azt vettem észre, hogy nem állnak így a forgatókönyvek az asztalon. És azt hittem, hogy biztos velem van a baj. Hát biztos, és közben nem. Csak nagyon nehéz volt azt felfogni. A Bizalom című filmet néha megnézed újra? Nem, én nem nézem meg magamat. Hogyha egész véletlenül játsszák, akkor volt már olyan, hogy belenéztem. Szabó István például nagyon épített rád a filmjeiben. Hát főleg a Bizalomban, igen. A Mephistóban is. De aztán úgy megcsináltunk mi önállóan 15 perces filmet is, amikor volt rá lehetősége. Meg hát általában mentem a hangommal mentem a főszereplőit le szinkronizálni. A Glenn Close-t is te szinkronizáltad? Melyikben? Nem. Nem? Nem, az nem, nem te volt. Az Édesem a drága Böbébe szinkronizálta, és akkor emlékszem, hogy akkor voltam 40, nem tudom mennyi, és a főszereplő volt 20, nem tudom mennyi. És hát a hangod az most is 20. De ott volt a Vajda Pista, és mondtam, Pista! Mert ő volt ő csinálta, és mondtam, hogy nem fogok egy holland színésznőt leszinkronizálni. Ennyi évesen, egy 20 éves nőt. És akkor mondta, Éli, figyelj, hát ahogy gondolod, de szerintem ne add meg nekik azt a sanszot, hogy azt mondta csak, hogy nem tudod. És akkor ezzel így belelőtt a szívembe. Bementem a műterembe, hátranéztem, az Óváritól kezdve mindenki ott állt, egy hatalmas társaság, és azt mondtam, hogy na jó, akkor most.
És aztán így megcsináltam. Mert én strippista voltál. Hát sokáig én voltam, meg hát Helen Mirren, meg Diane Keaton. Hát Diane Keaton, most aggódom, mert most egy olyan filmet szinkronizáltam a Pompon lányokat, hogy meghal a végén. Hát remélem, hogy azért még nem hal ki a filmázóról, mert azért az Annie Halltól kezdve a napjaik. Pontosan, nekem meg az Annie Hall hangja hát vagy igen, te. Igen, aztán volt egy idő, amikor nem én szinkronizáltam. Igen? Hát voltak kavarodások. Igen, néha én is felfedezem, hogy én. Nem lehet, hogy nem értél rá? Az is lehet, hogy nem értem rá, aztán másik csatorna vette át, akkor attól is függött, hogy melyik TV2 szinkronizálja, vagy biztos, hogy voltak ilyenek. Sokszor volt, hogy nem értem rá, azt tudom. Az nem te voltál, ami egy olyan édes, ilyen reményteli, öregedőnöknek reményteli film, ahol a Diane Keaton az felszedődik. Minden kezdet pasit. Nehéz. Minden végzet nehéz. Igen, azt nagyon szeretem. Ez a mivel védekezünk klímaxa. Igen, ez nagyon-nagyon-nagyon ott, meg az a kacagásos jelenet, azt én nagyon bírtam, de egyszer csináltuk meg. Szóval játékból. Előtte megnéztem a filmet, iszonyan tetszett, elvittem a Kata lányomat, hogy ő is nézze meg. Akkor a Kata elvitte a barátnőjét, a Lucát, a Márti lányát, akkor utána a Luca elvitte a Mártit megnézni. Ez olyan biztató, hogy nem csak 50 pluszban jó az a film, igen, és utána behívtak a stúdióba, azt se tudtam mit, mert már rég nem divat az, hogy megnézem előtte a filmet. Tehát régen megnéztünk egy filmet, és így fel tudtunk készülni lelkileg, és egyáltalán idegileg. Tudtad a figurát? Hát tudtam, sőt, hát utoljára még futár hozta ki nekem otthon. Mert engem ez érdekel, mert az egy minőség, hogyha tudom, hogy ott most hol tart. És bementem a stúdióba, és ott van a Minden végzet nehéz. Mondom, nem, ezt én nem tudom leszinkronizálni, ez az annyira jó film, hogy hiszem. És akkor jó kedvül a Tordi Gézával leszinkronizáltam. Nagyon jó. Figyelj, nem, én megígértem magamnak, meg nektek, hogy igazából nem fogunk nagyon sokat rugozni azon, hogy ott hagytad a Nemzeti Színházat, mert ez nem egy aktuál politikával foglalkozó műsor, de azért te írtozatosan nagyot robbantottál ezzel a hírrel, mert hiszen Vidnyánszky, a Nemzeti Színház igazgatója most nagyon a hírek előterében van, és te ebben a tempóban voltál. Pont bekerültem abba a hullámverésbe. Pont bekerültem, nyilván nem szándékos. Nincs egyenes összefüggés, nincs. Az ő szerepvállalása. A felmondásod előtt levelezgettünk, és én körülbelül végigkövettem a te lelkiállapotodat. Ez Iván. Neked egy nagyon nehéz szülés volt. Tehát nem Vidnyánszky miatt mondtál föl, hanem nem kaptál. Hát egzisztenciálisan is baj azért. Mert a gyerek, szóval mindegy, de egyébként nem. Na és jó, azt mondtam, én úgy értem, hogy nem azt mérlegelted, hogy lesz-e fizetésed, vagy nem igen. Lesz. Nem, azt mondtam, hogy anélkül is meg tudok élni, tehát ez egy biztonság volt. De ugyanúgy, mint a Víg Színházban, nagyon érdekes egyébként, hogy a Víg Színházban 4 évig vacakoltam, mire meg tudtam ezt fogalmazni, és kiváltotta valami. Itt 2 éve, de már 2 éve mindig, de elmondtam Attilának is, hogy nehogy azt higgyétek, hogy ez egy ilyen titkos valami volt. Mindig összegyűjtöttem az összes problémát, a fiatalokkal is dumálva, meg minden, hogy mi kéne változtatni, és mi az, ami nem tetszik, az, hogy egy hónapban 3-4 játszunk, hogy állandó felújító próba van, hogy a próbák, megszűnt az, hogy van egy rendszer az életünkben, mert már 10-től 5-ig van próba, vagy 11-től 4-ig, attól függ, hogy ki, melyik rendező esetleg a külföldieknél volt ilyen is, hogy legyen valami rendszer, azért akartam, én még a mai napig is akarom, szeretném, nem akarom, csak szeretném, a színészkamarát, ezt mindig elmondom, csak nagyon nehéz véghez vinni, mert nem. De most sokan. Lesz időd rá? Időm az lesz, csak attól, hát attól nehéz, hogy ketté szakadt a szakmai. Hogy ketté, most valaminek vége lett. Na és akkor így, ezeket én mindig elmondtam, és Attila mindig gyönyörűen megnyugtatott, és tényleg, csak nem volt következménye. És én állandóan azt mondtam, hogy beszélgetni. Jött a TAO, meg jött az ismétlési díj, azért sokat harcoltam, az sikerült, de a TAO nem sikerült. És folyton azt éreztem, hogy miért nem beszélünk, miért vagyunk szétesve, vagy miért nem tárgyalunk egymásra. Még az utolsó társatülésen még mondtam, hát jó sokan voltunk, és a fiatalok is mondták, hogy ha kimennek a Nemzetiből, akkor olyan furcsa kérdéseket tesznek fel nekik. És én is mondtam, hogy Attila, te olyan gyönyörűen mondod el ezt az egészet, hogy tedd már meg, hogy hívjuk be a riportereket, akinek kedve van, meg egyáltalán, akit ez érdekel, hogy itt mi folyik, és te meg elmondod, és hozunk teját, hozunk kávét, és hát idealista vagyok. De most már így marad, most már ezzel nem fog küzdködni. Lényeg az, hogy Attilával, és akkor úgy tűnt, hogy igen.
És akkor reggel felébredtem, 4-8-kor megnéztem a Facebookon, és akkor láttam ezt, hogy itt most mi van, megarakult ez a kamara, és nem tudom, és akkor... Mármint a kuratórium? A kuratórium, bocsánat, nem a kamara. A kuratórium, akkor rájöttem, hogy nincs beszélgetés. Tehát nekem ez fájt, hogy ja, nincs beszélgetés, hogy nincs beszélgetés, hanem nincs jobbítás, akkor az erősebb győz mindig. Tehát ez nekem akkor nagyon gyomorszájon vágott. Egész nap szenvedtem, egész nap mindenkit hívtam, akivel úgy jobban vagyok, és olyan fél egy óra körül, családom mellettem állt, mindig ez nagyon jó volt. Küldtem ilyen SMS-eket egy-két embernek, hogy felmondok. Akkor jött, hogy tényleg, mondom, tuti, szíveket kaptam, meg nem tudom, micsoda, akik szeretnek. És azért küldtem, én tudom, hogy nehogy reggel tudod, felébredsz, és azt mondta, hogy jaj, mit első tudom én most... indulatból? Ja, első ja, indulatból, akkor... már nehogy már most, jaj, de hülye vagy, bánsági, ne csináld. És akkor 4-9-kor telefonál. Olyan vagy, mint a madárkákban, még mindig olyan vagy, mint a madárkákban. Ja, persze, ilyen, igen, igen, de hát ez történt, és azóta próbálom egyébként elmagyarázni különböző embereknek, akik érdeklődnek, hogy tényleg nem az a bajom, hogy a Vidnyánszky Attila egy tehetségtelen, nem, egy fantasztikus tehetségű ember, aki pillanatnyilag, én nagyon hiányolom, hogy többet kéne rendezzen, és a színészekre figyeljen, ahogy ő erről mesélt mindig, hogy tálcára emeli a színészt. És valószínűleg ettől a sok mindenfélétől valahogy úgy ez a dolog megváltozott. De azt csak hozzá kell tennem, hogy mint Székely Zsámbék, ezt elmondtam már többször, meg van ez a vonulat, akiket lealáztak, amitől én úgy érzem, hogy befejeződött a pályám. Tehát úgy értve, hogy ami maradt, az megpróbálom becsülettel, de itt valaminek vége lett. Ugyanebben a sorban rakom Attilát is tehetségileg. Tehát a tehetség, a minőségi munka, az egy, csak ki kéne húzni azt az árkot ott, ami középen van. Hát az Asherről is veszekedtem, mert az is csak úgy leírta a nevemet, hogy nem mentem el énekelni. Hát kinyomoztam a telefonszámát, és felhívtam, és nem mondom ki azt a szót, hogy mit kérdeztem tőle, hogy mi a van. És mi? Mondom, hát figyelj, együtt indultunk, együtt dolgoztunk, egy generáció vagyunk. Itt vagyunk, te rendeztél engem, hol jól, hol rosszul, én játszottam nálad, hol jól, hol rosszul. Nem tudsz felhívni? Nem tudod megkérdezni, hogy mi van veled, bánsági? Ezt nem tudod megtenni? Muszáj úgy leírni, mert akkor... De hát akkor mi volt? És elmondtam, azt mondta, akkor ez egy félreértés volt. Na, mondom, de most már... Mondok, a katalányod is ilyen naív, mint te vagy? Nem naívság nem. Ez. Szerintem ez egy tök nem. Tiszta, normális reflex. Idealizmus. Idealizmus, igen, igen. De én hiszek ebben, ezt most komolyan mondom. Kata is ilyen? Kata okosabb. Okosabb lánynak jobban érti azt, hogy hol van, Gáspár Kata. Gáspár Kata, édes drága lányom, ő az, akitől tanácsot kérek, hogy meg akinek elküldök mondjuk egy újságcikket, hogy, és akkor azt ír, és izgulok, hogy mit fog mondani, hogy anya, ezt nem kell, anya, vagy valami, mert volt már ilyen is, de akkor már mindegy volt, most elküldtem, és azt mondta, hogy ez nagyon jó lett. Úgyhogy... És büszke rád, hogy ezt most meglépted? Igen, szerintem. És a dobos fiad? Dobos fiam is. Igen, igen. Igen, igen. Nagyon helyesek. Hát és most van feladatod, Ildikó, hát felkérésed? Hát van felkérésem, mert hát úgy ért, hogy januártól. Hát Covid van, úgyhogy gondolom. De nem csak azért, nem, hanem az Operett Színház kért fel, csinálják a Nine című musicalt. Ahol ez komoly, mint, igen, az nagyon jó, igen, hogy láttam. Nagyon jó, ahol én, mint Sophia Loren, tehát a mama, ami a 8,5-hez egy kicsit közelíti, Balázs Zoltán rendezi, és mondta, hogy behozott a jeleneteket, mert ott van egy papa is. Nem tudom, nem mondhatom el, jó? Nem mondom el. De nagyon izgalmas, és már elkezdődött volna a korrepetáció. Hát kicsit kell énekelni azért. A Loren is bebúgott a mikrofonba, egy La Luna című dalt. De hát most nem lehet, mert ott is karantén van, meg énekórára se lehet így járkálni. De hát januárban kezdődik, csak szeretné az Zoli, hogyha december elején lenne egy olvasópróba, ahol mondjuk a zenei anyag már menne. Most kéne sokat mozogni, ha most nem tudok lejárni a terembe. Hát most ki kéne valamit, láttam kiírvat Pomáznál, hogy szalsza. Hogy lehet, hogy hát muszáj, érted, mert mi van, hogyha érted? Hát, na. Szóval ez biztos, hogy van.
Aztán... De úgy látszol egyébként, mint aki teljesen készen áll. Tehát, hogy hát működőképesnek látszol, rendesen mozogsz, van hangod. Hát remélem. De figyelj, de az ember mindig fél. Hát, igen, de az ember úgy fél, tudod, fél. Mert hogyha a szinkronban nem megyek egy fél évig, vagy három hónapig, az első öt tekercs, az a kutyák, és mindig megkérem, hogyha hagysz én kézemre még egyszer. Mert az emberből kijön az a gyakorlat, az a rögtön rajta vagy. Tehát kijössz, és kimegyek a színpadra, és megneszülök. Úgyis megneszülős vagyok. De akkor, ha megneszülök, de azt mondják a többiek, hogy ez nem így van. Ez nagyon jó, ez a megneszülés, az mi? Az, hogy úgy picit megijedsz. Hogy most tudok én még játszani? Vagy most mi? De állítólag a többiek azt mondják, akik még próbálnak, még nem lett karantén, hogy te visszajön azonnal. Érdekes. Bemegyek a színpadra, és visszajön. Van még egy szenvedélyed, amit a Facebookon nagyon komolyan érzékelhető ezek a kutyák. Kutyák. Igen. Kutya rendőrséget, igen. Állatrendőrség. Nekünk van miről beszélnünk. Ő is nagy kutyás, ő is kirakja a kutyáit a Facebookra, de te nagyon harcolsz azért, hogy állatrendőrség legyen. Igen, nagyon harcolok, csak nem eléggé harcolok, mert most elvitte az agyamat ez, tudod, egyszerre kettő. De azért ott vagyok a vártán, és osztom, és írok, de most ez egy kicsit erősebb lett, de hát meg is értik ők ezt, és... Van nekem... Mármint a kutyák, hogy most forradalom van. Nem, hanem ők megértik ezt, és ettem, van nekem most már egy trikóm is, meg ki kell ragasztom a kocsira, tehát nekem vannak... Matricám is van. Igen. És de tényleg, mi a cél, mit akarsz csinálni? Hát az, hogy tényleg legyen állatrendőrség, de az igazság az, hogy én hajnalonta, mert nagyon rosszul alszom, a felébredek. Én minden egyes képet, amit így láttam, előjönnek ezek a borzalmak. Tehát én nekem az is borzasztó, hogy a vágóhíd, érted? Szóval, hogy mit kéne, ezzel nem lehet csinálni, hogy megváltozott az agyunk ettől a sok helyes, mindenféle rajzfilmtől, meg nem tudom mitől, vagy attól, hogy úgy látom azt, hogy így halomba állnak a húsok, azokat nyilván kidobják, mert annyit úgyse esznek meg az emberek. Tehát, hogy ezt józanabbul, normálisabban lehetne csinálni, akkor talán nem fájna, de most láttam, hogy a Tájföldön a kutyákat, és ott láttam öt kutyát így benne egy sarokba, és körülöttem minden vér várják, hogy levágják. És akkor én ezen három napon keresztül, ez így bejön nekem. Láttam kis fókát, akit élve lenyúl, hogy csak addig, már ki is kapcsoltam, de az az egy pillanat, amikor folyt a könnye, nekem az elég például hónapok. Most láttam egyébként egy statisztikát. Megnézték, hogy a világ különböző országaiban az állatvédelem, illetve a büntetés azok számára, akik bántják az állatot. Hátulról a negyedik helyen tudom, vagyunk. Tudom, igen, tudom. És milyen dolog az, hogy az a nő ott azért kocsi mögé kötött, micsoda ember az ilyen, és még csak nem is lehet. Hát én nem tudom, én mit csináltam. De volna. Most már el lehet ítélni rendesen őket, azért van most már paradigmus. Ha megtalálod. Megtalálták, és olyan fenyegetéseket kapott, hogy szerintem hát az azóta tudom, is lett egy. Ment az állatrend, nem tudom ki, a pártoló tagok mentek ott a sötétben is, megkeresték, aztán elhozták az egyik borzasztó körülmények között tartott kutyát, akkor az egyiket el tudták hozni, a másikat azt nem. Hány kutyát tartasz te? Most csak egyet. Csak nekem egyet? Volt három, hát elég nekem, mert ez az első, meg macskám is van egyébként, meg rengeteg madaram. Meg még egy patkaonyom is van. Egy micsoda? Patkaonyom. Azaz patkány? Patkaony, igen, én a patakparton ezt nem tartom, hogy ez az én állatkám, de hát ott lakik a kut alatt, és mindig látom. Jó, hogy egy ilyen természetben tartok. Igen, mert a patakparton vagyok, és ott vannak ilyen vízi patkányok. Tehát vidrá, de ilyen vízi patkány. Egyszer megették az egész pincémet még régen, akkor nem voltam felkészülve, mindenemet megettek. Láttam egy képet. És akkor is nagyon lelkes volt? Nem, akkor nem voltam annyira lelkes, de azóta vigyázok. Máshova teszem a magokat, tudod, mert ők oda jártak magozni, és vitték le a lépcsőn a magot. Mondom, milyen érdekes, hogy potyog le a mag. Miért potyog ez le? Hát, igen. Láttam egy képet rólad, ahol a Nagy Kállózi Eszterrel, Udvaros Dorottyával és az Egri Mártival ültettek egy ilyen padon, vagy valahol, amikor élő láncot alkottatok szóval a kis egyetemén. Sávon, igen. Hogy tartod a barátságot különböző kolléganőiddel, vagy fiúkkal, vagy férfiakkal, tehát a
szakmából. Vagy csak az élő láncra szoktatok összeállni? Nem. Az Egri Márti az gimnazista volt, én stúdiós voltam azóta. Nemzeti stúdiós. Igen, azóta barátságban vagyunk. Voltak szünetek, de ő mindig, bármikor felhívom, Ildikém, azonnal segít. És az Eszterrel is, abszolút az Eszterrel, mentünk tegnap Őrségbe. És már az egyetemen az Őrségbe. Nem volt ilyen iszonyatok egyébként, ha jött? Nem, képzeld el, én féltem tőle, olyan messze van, hogy nem. És tegnap még éjjel is felhívott valami miatt, azt nem mondom el, valamit megnézett, és majdnem zokogva hívott fel, hogy mi lesz velünk. És hát a Dorottyával meg együtt dolgoztunk, de mi nem voltunk olyan barátok soha. Igazából most kerültünk össze. Talán forgattunk sorozatba, meg én láttam őt nagyon sokszor még a Katonában régen, és most dolgoztunk két darabba, és így közben szerettél kerültünk. Hát akkor még főiskola volt, Simon Zsuzsa osztály. Hogy szerettem-e járni? Hát, figyelj, azt, hogy én mit szerettem, hát gondold meg, hogy most milyen vagyok, akkor milyen voltam, hogy volt egy udvarról, és azt mondta, hogy mit szeretnél vasárnap. És mondtam, hogy sétáljunk el az a főiskola előtt, és akkor ez volt, hogy én ottan sétálhattam, és fölnéztem a lépcsőn, és rosszul lettem, hogy hát képzelhetett, leültettek, nem vettek fel rögtön, hát leültettek rögtön, hogy vizet kérek, mert én... Hát én nem voltam magamnál, és akkor felvettek. Hát azt mondta az egyik osztálytársam, hogy verd a fereked a földhöz, akkor én verdem a fereked a földhöz. Én mindent elkövettem, perecet vittem, mindent vittem a boldogságtól, hogy ott lehettek. És végig jó volt? Tehát szeretél oda járni is? Szeretem, hát voltam. Meg voltál 60, hogy téged oda bevettek? Hát először is meg voltam 60, ugye, és aztán nagyon lassan, úgy kinőtt a csipám egy picit, de nem nagyon, mikor jött a szinetár. Ez nagyon érdekes volt, mert a Gáti tanáról is drága volt. Na baba, guruljon föl a színpadra. Guruljon nagyon föl. Szeretett, de ő engem mindig ilyen husisnak tartott. Aztán utána lejött a Kály, és akkor olyan voltam, mint Kati, de előtte azért az ember olyan kis, meg ilyen rövid szoknya volt a divat, meg azért mindegy, focilább, meg emlékszünk, minden tudod, mi is hát voltunk olyat, igen. És akkor... Jött a szinetár, és azt mondta, hogy Dorina monológ, tanulja meg, kimentem, és nem szólt, nem kezdett el instruálni, hanem nevetett, tetszett nekem, hogy csináltam, én meg így felszabadultam, az összes groteszk elem így kijön vele, és hát ez nagyon-nagyon boldog voltam, az a fél év engem valahogy úgy akkor úgy megsegített, felröptetett. Meg nem beszél, hogy ott voltak a Fehér Gyuri, Jeles András, ott voltak a filmes osztály párhuzamosan. Melyikhez, férjhez is ment? Egyikhez, igen. De aztán később volt, a Jeleshez. Igen, de az később volt már. De hát a szinetár volt ott az osztályfőnök. És akkor tulajdonképpen a Fehér Gyurit onnan ismertem meg, és akkor jött a Rihár. Tehát ennek azért nyilván volt valami következmény, hogy a szinetár engem úgy meglátott, és úgy látott bennem fantáziát. Első életem játékfilmjét a horvát tengerparton játszottam, és azt hittem, hogy nyilván egy kis szerep, és ültem, és olvastam, és mindig én beszéltem. Mindig én, és egy főszerep volt, kézzétek el. És akkor elvittek engem Horvátországba busszal, és kiraktak a partra, hogy én legyek barna, mert én voltam a tengerparti fiatal lány. Na most én a hófehér bőrömmel kimennem, nem mondom, hogy néztem ki, és borzasztóan szenvedtem. És autót kellett vezetnem, sportautót, nyitott sportautót, soha nem vezettem. Ott ült len a tulajdonos. És ő nyomkodta a pedálokat kézzel. Nem, csak ott drukkolt, mert hát figyelj, két órát kaptam összesen. Nem is tudom, nem trabantat. És két óra után beültél és utána elmentünk a tengerparton, és föl a szerpentinen, hogy vezessek. Jó, volt Isten. Olyan, hogy felírtam a helyszínre, az ott ordibált lent, és fölértem, és nem volt ott senki, mindenki berohant az erdőbe, érted? Szóval körülbelül így. De hát végülis jó lett. Szóval, hogy így valahogy ez így össze... Az a Richard, amit a Fehér Gyuri csinált, meg az Edelényi, az fantasztikus volt. Ezt néha ma is látni. Igen, tudom. Egy időben meg állandóan vetítették a gimnazistáknak. Hát azt is, hát ezek úgy értettek ehhez. Én akkor mentem Debrecenbe, ott voltam csak majdnem egy fél évet, nem igazán, egy egész év. Hát mert akkor úgy akkor volt, még kellett? Hogy nem kellett, de nem valamiért kell. A József Attila színház ezt jó néven vette, és a Simon Zsuzsa néni annyira akarta, mert én a József Attilába szerettem volna kerülni. Az akkor is népszínház volt? Nem. Nem? Tehát, de én akkor Fodor volt az igazgató. Fodor volt, igen.
meg a Berényi Gábor jöttek minket főiskolán megnézni vizsgaelőadásba. És oda szerettem volna. És akkor így jött össze, hogy akkor egy évre így lemegyek Debrecenbe, de hát akkor még az volt a divat, hogy le is jöttek engem megnézni. Tehát ugye, hogy nem. Mert én szerettem volna énekelni és táncolni, és megint, és oda jött a Martól Laci, aztán később megnézni nem engem más, de engem vitt el. De mindegy, csak úgy mondom, ezek olyan véletlenek voltak. Mert egyébként a vizsgát se én miattam nézték meg a József Attilában. Más miatt neveket nem mondok, mert és nem bántom meg őket. És engem hívtak. És akkor ez nagyon érdekes volt, és mondta Simon Zsuzsa néni, hogy Ildikó, hát holnap menjen be a József Attila színházba. És akkor így intézték, hogy egy picit ott lementem. Ott volt a Ruszt, és én azt hittem, hogy a Latinovics Zoltán volt, aki hívott akkor engem Veszprémbe. De akkor jött egy hír, hogy őt elvitték a neurológiára, vagy a pszichiátriára, és ezért aláírtam Debrecent. És másnap várt engem a Latinovics Zoltán az Erzsikébe, és én azt mondtam, hogy meghalok. Hogy meghalok. Mert hogy mikor ő engem hívott, akkor én a Lenin körutat körbecsókoltam az örömömben. Na mindegy, szóval nagyon furcsán alakult ez. Fogalmam nincs, hogy lett volna, hogyha ez ilyen ésszel, meg nem tudom, hogy alakul ez a pálya. Azért a lányod generációjának nem jut ennyi élmény manapság. Nem, nagyon sajnálom, és nem is tudok tanácsot adni. Pedig a Magyar Színházban játszott, jót játszott. De hát aztán most az ifjúsági színház lett, és aha, hát a Gullivert kétszer játszották például, ugye? Egyszer, és másodszorra utoljára. Mert kiderült, hogy 14 éven aluliaknak az nem eladható. De hát ez... Tényleg? Igen, de ez nem lehet... Előre fantasztikus tudni? Munka volt benne. Fantasztikus. Cirkuszba járt a lányom, hogy fémkarikán tudjon tornászni. Tehát ez tiszta lila kék zöld, meg mi. Hát azért nem olyan egyszerű az. Én láttam. Minden. Te láttad? Persze. No? Szóval... Hát... Mivel biztatod a Katát? Hogy nézd, anyád is egy sikeres pálya után, hopp, úgy hagyta ott a Nemzet első színházát. Igen, de Kata, abban egy, hogyha nem megy, akkor nem. Szóval azt nem még lehet csinálni. Még beletesz 30 évet, és neki is menni fog. Hát igen, csak hogy van-e lehetőség most, hogy hát fog akkor ez alakulni. Mert egyszer valaki mondta, nem tudom, hogy a Darvas vagy a Hernádi mind a kettőben belefér egyébként, hogy az nem ér, hogy bele kakálunk a ventilátorba, és még be is indítjuk. Tehát, hogyha ott maradsz, és közben mindent be. Hogyha ennyire nem érzed jól magad, hogyha ennyire véleményed, akkor ki kell lépni, és kintről ránézni, és akkor meglátod, hogy igazad volt, vagy nem. Vagy mit tudsz segíteni másoknak. Mert most már szerintem az kéne, hogy az ember úgy adjon energiát, meg erőt, meg valamit, csak nem tudom, merre kell indulni. Én nem tudom. Valaki azt mondta, hogy miért nincsenek ma olyan nagy színészek, mint régebben. És én azt találtam mondani, hogy mert régebben nagyon sok stáción keresztül ment egy színész, szinkronizált, rádiózott. Színház muzsika, filmvilág. És volt visszacsatolása. Volt idő, hogy felépítsék őt, mert közben tanult a televízióban, a rádió, és ez ma nincs. Szerintem ma is lennének nagy színészek, vannak is. De a fiataloknak egész más a lehetőségük, de mint hát nektek ahhoz volt. Ahhoz azért van egy alap is, ami rossz, azt nem lehet megszüntetni, mert ami jó, az maradjon jó. Én kérdeztem a srácokat, nagyon szeretem őket, akikkel együtt dolgozom a Nemzeti Színházban, főleg a Rokko és Vivirébe, mert ugye 5 fiam van, és azokkal tudtunk beszélgetni, hogy mit tudom én Kaposvár, hogy tanultak-e lovagolni, vívni, meg ilyenek, és mondták, hogy nem. És mondtam, hogy ti nem láttátok mondjuk Latabár, én nem voltam Latabár szerető, vagy operett szerető valaki, de ha visszanézem a régi filmeket, és hogy Latabár hogy tud táncolni, hogy igen, tud énekelni, hogy mennyi mindent kellett a fekete-fehér filmeken és minden színházban csinálni, lehet, hogy most már sokkal másabbal kell, vagy tényleg más a világ, de... Figyelj, a Cserhalmi is tud. Hát, de azt mondta, hát szegény azt nem, ő jó, aztán oké, leugrott a bárhonnan a térdére, de hogy az nem lehet, hogy manuálisan semmit nem ki... Szóval nem képezzük magunkat, és kijövünk, és sejpesek vagyunk, racsolunk, pöszék vagyunk, és sehova nem kell járni, csak színész vagyok. Ez így nem megy. Hát a... Meg idő sincs, nem hagynak rá időt. Ma már 80-20 hát nem tudnának leforgatni, mert nem tudnak lovagolni. A Kovács Adél tudott még női nyerekbe lovagolni a Széchenyibe. De ma már ez most akkor nem tudom, hogy van-e, vagy létezik-e, vagy létrehozható lenne-e például. Én ezeket visszaállítanám. De mondom, én a fejlődés útját hiányolom, tehát hogy nem tud építkezni egy mai fiatal. Hát nem, mert nincs rá, mondom, ideje, amikor
Básti Lajosról egy verkfilmet néztem, az a kedvencem, amikor a Haláltáncra készült, és hogy az volt, hogy 10-től 2-ig próba, hazament könnyű kis villás ebéd, vagy mi, és elment egyik nap a pszichiátriára, a másik nap a belgyógyászatra, elment különböző helyekre, mert hatféleképpen kellett úgy meghalljon, hogy a néző elhiggye. Tehát ez egy felkészülési folyamat. Ez nem úgy van, hogy majd én otthon, mikor hazamehettem 11-kor a színházból, akkor majd én, és aludni kéne reggel 6-ig, mert már el kell indulni, mert csúcsforgalom van, és az alatt én ezt megtalálom, meg minden egyes mondatnak a helyét megtalálom, és az, hogy egy színészt felépíteni, hát a Várkonyi tudta, mindent lehet mondani mindenkire, nem, de azt tudta, hogy ha valaki kijött a főiskoláról, 5 évig ott a Gálfi Laci is nagyon sokat játszottak, pici szerepeket, statisztáltak, pici szerepeket. Hát erről beszélek. És akkor utána megkapta az Equus, mikor már felépült az a színész. És akkor tudta, hogy a Rutka Évának 54 évesen el kell játszani az öreg hüllet. Tehát tudta, figyelemmel kísérte, hogy melyik színész hol tart. És 2 előtt 10 perccel sokszor abba hagyták a próbát, mert tudták, hogy 2-re a rádióba kell menni. És tiszteletbe tartották, hogy a rádióba mennek. Mert ott verset mondanak, vagy esetleg novellát olvasnak fel, és az ugyanúgy hozzátartozik a színészhez. Hát ugyanerről beszélünk. De most már a Kunigunda utcai rádióban nem érnek oda semmelyik budapesti színházból 10 perc alatt. De van is egyáltalán rádió. Tegnap elmentem ott, egyetemről jöttem, és elmentem, mondom, ez a rádió. És nekem még van olyan izém is, olyan pittyögő belépőkártyám is van nekem. Nekem is van otthon a könyvespolc. Valahol van. Hát a Szabadság térre is elég gyakran bejártál. Jézusom, de jó volt. És akkor mit csináltunk? Dolgoztunk, oda mentünk a pénztárba, megkaptuk a pénzt, és hazamentünk. Kicsi pénzt kaptunk, de azt megkaptuk, és mindig tudtunk egy rúst venni. Nem volt a földszinten először a pénztár. Igen. Annyira jó ez a történet, hogy ezt még egy jó darabig hallgathatnánk. De sajnos az a helyzet, hogy ennek itt most vége van. Gyere máskor is, lehet, hogy csinálunk veled egy olyan hármast, amit a Krizsóval szoktunk. Mit szólsz? Nagyon benne vagyok. Jó. Azoknak a nézőknek mondjuk, akik nem tudták, hogy volt egyszer egy rádióműsor, az volt a címe, hogy Libazsúr. Tulajdonképpen annak az eszmei folytatása ez, noha ez egy interjúműsorán nem esült. De mivel én láttam tőled pár évvel ezelőtt, nem sok, ilyen 15 körül, egy olyan televízió műsort, ahol szintén nők dumáltak hétköznapi dolgokról, és az nagyon jó pofa volt, ilyesmi volt a Libazsúr is. Most mi alatt hallgattalak, eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha felelevenítenénk ezt. Én és boldogan. Néha bejönnél csak ilyen női hülyeségekről beszélni, mert akkor csinálom. Ha hívtok, jövök rá. Én hát nagyon szeretem divatról beszélni, nem meg tudom a pasikról, meg minden, ami egykor érdekel bennünket. Mi most nem érdekel? Már ne haragudjál. Tudom én, hogy ez, hát nem hülye vagyok, ugye? Lezárul egy dolog, de azért én nagyon sok szénát, szalmát szórtam végpomázom, hogy hát, hogyha fehér ló arra jön. Csak annyit szeretném mondani, hogy a barátnőmnek pont most jött el egy hete a fehér lovon. A 69. évében lévő barátnőmnek egy 67 éves herceg. Na, ehhez mit jó, szóz? De én hallottam a rádióban olyat, és egy költőírónő volt, aki is leesett a kanál a kezemből, tudom, zöld borsólevest tettem anyukámnál a Kiscegy utcában, a 7. emeleten, arról mesélt, hogy most a legszerelmesebb életében, és a írónő volt 84 éves, és akkor kérdezték, és akkor most az hogy, mert 5 férje volt, meg minden. Azt mondja, nem tudom, most vagyok a legboldogabb. És miből áll akkor ez a dolog? Azt mondja, hát várom, hogy találkozzunk. Elmegyek oda a padra, ahol majd jön. Ott ülök, várom, hogy jön, és egyszer csak megjelenik. És oda jön hozzám, és megfogja a kezemet. És azt mondja, hogy szervusz. És azt mondtam, hogy hát így érdemes élni. Igen, én is azt szeretném, hogy 84 éves koromban is tudjak ilyen szerelemmel beszélni. Na, ilyesmikről fogunk beszélgetni, hogyha a művésznő újra meglátogat bennünket, úgyhogy akkor csak várjanak, hogy legyen egy olyan Libazsír, amikor megint hárman vagyunk, és mindenféle az élet fontos dolgáról. Az jó lesz. Majd szóba hozunk ezt-azt. Köszönjük szépen én a figyelmet, köszönöm. És jövő héten lesz valami? Igen, Csákány Zsuzsa, Jancsó Miklós ügyvegye, a kiváló vágó, aki például... Igen. Az Oscar-díjas Mephistót is vágta. Aztán még egyszer majd jön a ragályi jellemér, vagy arról igen, nem tudunk, hogy jön majd ragályi jellemér. És aztán lehet, hogy utána már csináljuk Madárká. Ezt a kis Libazsírt. Jó? Köszönjük szépen, hogy itt voltál, Ildikó. Nagyon szívesen. Viszontlátásra. Viszontlátásra.